Sziasztok, srácok! Üdv itt a hajón! Sziasztok! Kivártam a másodpercet, hogy köszönjetek vissza! Így konferáltalak be titeket, hogy alkalmi zenekarként indultatok, aztán szerelem projekté vált, és most már egyre több időt foglalkoztok a zenekarra. Az életetekben milyen szinten áll most ez a zenekar, ez a projekt? Hajuk. Milyen szinten áll? Kihagytunk egy jó 4-5 évet, úgyhogy készülünk az utolsó utáni az utolsó lemezre. Igen, minden lemezünk az utolsó. Minden lemezünk az utolsó. A Coldplaynek, csak hát mi más szinten vagyunk, ugye. Hát kimaradt ez a 4-5 év, de akkor most szerencsére mondhatjuk, hogy újra kezdtétek, és nagyon érdekes az a folyamat, ahogy ti a dalokat írjátok. Ugye a legtöbb zenekarnál összeülnek a fiúk, lányok, és akkor megnézik ott helyben, hogy kinek milyen ötlete van, vagy van olyan, amikor tényleg csak otthon valakinek jön valami, de nálatok az történik, hogy mindenki külön ötlettel érkezik olyan szinten, hogy szinte egy egész dalt megcsináltok. Hogy lehet ezzel jól együtt dolgozni? Nem tudom, ez egy kicsit ilyen izgi dolog, tehát hogy kicsit más mint bármi máshol, vagy korábban zenéltem, vagy mondjuk így, ahol zenélek. Tényleg te kicsit ez van, illetve félig meddig a szó lehető legjobb értelmében néha ilyen tendereztetve vagyunk. Mert hogy a dobosunk Michael Cvecker, ő írja a szövegeket, és én például sose gondoltam azelőtt, hogy úgy én tudnék zenét írni, hogy már meglévő szövegre. És csomószor van az, hogy Mike ír egy szöveget önmagától, feltölti az ilyen, megosztja a Drive-on, és aztán azt mondja, hogy nem tudom, aki előbb és jobb dalt ír, az a nyerő. Igen, meg azért kihívás. Találkozunk néha, tehát nem teljesen. Ezt gondoltam, hogy próbál összenézitek, működik. Csak azért ez egy nagyon érdekes munka folyamat így, hogy nincs sértődés például soha. És hát ebből, hogy nincs sértődés, van is ennek gyümölcse, hogyha jól tudom, lesz egy lemez. Igen, nem tudom még, hogy mikor és hogyan, mert kicsit így lassan vannak a dolgok. Tök jó promóciós. Nem tudom, mikor és hogyan lesz. Hát igen, nem, hát igazából tudom, ez egy tök klisé az utóbbi években, ugye, hogy ez mindig egy Covid, meg de ez még az tényleg igaz, tehát csomó mindent leállított a Covid, nem lehetett találkozni, mert sehol menni, úgyhogy ez kicsit lelassította a dolgokat, de már tavaly is felvettünk 5 vagy 6 dalt, de például most is ősszel megyünk majd stúdiózni, felveszünk új dalt, sőt, azt dumáltuk egyébként, hogy most az akusztik, ami hamarosan láthatnak a kedves nézők, egy illésfeldolgozást is játszottunk, ami igazából tök, az, hogy játszunk, az tök spontán, szóval szerint utolsó próbán jött. Szóval utolsó próbán, próbának az utolsó órájában. Igen, azt stresszeltem, hogy ez nem már, ez annyira gáz, hogy ekkora hagyjuk ezt a dolgot. És a Noel ötlet volt egy bizonyos hangszerelés, és szerintem tök jó lett annyira, hogy én szeretném ezt felvenni majd. Mondhatom, hogy gyönyörű szépen át is vezettétek a beszélgetésünket az akusztikra. Miért pont egy illésdal dolgoztatok fel? Nagyon sokat gondolkodtunk, nagyon sokat filoztunk, és nekem annyi, hogy gyerekkoromban szüleimnek volt egy kazetta, egy több kazettájuk volt egy olyan kazetta, ami nagyon sokat forgott otthon a Magnóban. Én boomer vagyok, még egy kazettát hallgattunk otthon, és... Nekem is és hogy olyan? Na hát akkor boomerek. Végig szép idő. Egyesül, igen. Te erről nem tudsz semmit. Szóval az lényeg, hogy a kazettán mindenféle dalok voltak, volt, mint a Abbától kezdve egy csomó minden, és rajta volt az illésdal, és én ezt tökre szerettem mindig ezt a számot. És közben ennyi. Nagyon szerettem ezt a dalt. Nem volt hosszú a válogatási folyamat. És akkor nagyon voltál Máté az, aki zeneileg belenyúlt ebbe? Ráadásul nem is az Imre mondta, hanem Szegecs basszusgitárosunk mondta, hogy mi lenne, ha ne gondol lenne. Igen, lehet, hogy jó volt az, igen. De mennyire kellett áthangszerelni egyébként a saját számaitokat ide az akusztikra? Figyelj, nem annyira, mert alapvetően, ahogy
ahogy készül a dal, nagyjából úgy veszük fel. Tehát, hogyha gitárosan írjuk, akkor gitára. Volt pár zongorás dal. Igen, ilyen old school zenekar vagyok nagyon minden ebből a szempontból. Illetve az is hozzájárult még, hogy nagyon-nagyon nem kellett átdolgozni, dolgokat nem kellett annyira rágörcsölni, hogy az utóbbi években, bár ugye nem voltunk túl aktívak, de Noelle ketten játszogattunk ilyen akusztikus koncerteket, meg voltunk még jó pár éve Japánban is, játszottunk akusztikus pár akusztikus koncertet, úgyhogy mi játszottunk azért akusztikusan együtt, úgyhogy... Hát akkor milyen jó, hogy ezt így csináljátok, vagy Japánban játszottatok, az egy nagy dolog. De most egy kicsit a zenére... Volt egy üres hetünk, kiugrottunk. Tessék? Volt egy üres hetünk, kiugrottunk. A zenére egy kicsit, most menjük a lakásfelújításra. Hogy áll most a lakásod, Imre? Hát elég ilyen kuplerályos a nappali, úgyhogy nem örülök neki. Ráadásul pont ma derült ki, hogy még egy hetet csúszik a dolog egyébként, de hát szerintem a nézők tisztában vannak, mert biztos, hogy mindenki ezen a sztorin átesett már az életében, úgyhogy. De nem panaszkodom, a fele lakásnak nyáron elkezdődik, és az nagyon szép lett. Köszönöm. Örülünk, hogy akkor nem panaszkodtok, és azért mondjuk el azt, hogy hamarosan azért még egy alkotó folyamatba kezdtek majd az Amber Smith-szel. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok nálunk, jó volt titeket hallgatni. Sok sikert a lakásfelújításhoz. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Köszönjük.